itt vagyunk a Göntér dűlőben, Villányban, pontosabban Siklóson, a Villányi borvidéken, ahol egyébként először eltemették Siklósi Szent Istvánt, az ortodox egyház szentjét, aki hát Stefan Stiljanovics néven látta meg a napvilágot, és jellemzően egy Montenegróból származott, és a legnagyobb birtokai a szerémségben voltak, és a legészakibb birtoka volt egyébként Siklós, és amikor hát a szerbek északra húzódtak a török betörések elől, akkor ő is egy csatavesztés után Siklóson telepedett le, és az utolsó éveit itt töltötte, vagy az utolsó évét itt élte, és itt is halt meg. És itt temették el a Göntérdombon, és nagyon érdekes egyébként, hogy a templomban láttuk ugye az ábrázolását Siklósi Szent Istvánnak, láttuk a birtokainak az ábrázolását, és mégsem ő a templomnak a védőszentje, hanem Szent Demeter, vagy Tesszaloniki Szent Demeter, aki a Krisztus utáni 4. században élt. A siklósi vár fokán működik egyébként a tenkes kávézója, ahol mindenféle szénsavas lónyálat, vizet és hát közepesen szar kávét lehet inni, már aki szeretne. Egyébként pihenésre tökéletes, és ráadásul a látvány sem utolsó, ahogy elénk tárul a siklósi medence, vagy a siklósi szőlők, és nyilván a várhegy, illetve a távolban a szársomjó dömbje. Ami pedig a Göntért, mint dűlőt illeti. Ez azért fontos ez a terület, mert hagyományosan fehér szőlőfajtákkal volt, és egyébként van is részben beültetve, már szerintem több mint 100 éve, és azért itt a legfontosabb szőlőfajta az olasz rizling, és később a hárslevelű volt. És ez azért nagyon érdekes, mert bizony-bizony a Göntér dűlőben a hárslevelű és az olasz rizling, vagyis a fehér fajták jellemzően beaszusodnak. Tehát, hogy mondjuk 10 évben akár 3-4 is beaszusodnak. Úgyhogy ez Villány, vagyis hát a Villányi borvidék és nyilván Siklós városának legaszúsabb dűlője, és nem véletlen, hogy innen készülnek hagyományosan a villányi édes borok, amiket nagyon ritkán megkóstolhatunk egy-egy pincében, hiszen hát ezek a borok ezek annyira ritkák, hogy nem nagyon kerülnek komolyabb forgalomba. Hihetetlen belegondolni, hogy 150 évvel ezelőtt ez a hely, ez olyan fontos volt még a helyi szerbeknek, szerbségnek, hogy egész Baranyából érkeztek ide, de egyébként a mai határokon túlról is, és bizony itt ülték meg a búcsút, gondolom, hogy az ortodox szent napján, ami valamikor augusztusban van, és ezt úgy kell elképzelni, fennmaradt egy korabeli leírás, hogy összegyűltek napközben az ifjak, fehérbe öltöztek, és itt, hát nem tudom, istentisztelet volt, mise volt, és imádkoztak, és a többi, és a többi, és utána pedig, hát buliba torkollott az este, és este jött az Erezdel a hajamat, de nagyon megdicséri a korabeli szerző a szerb fiatalokat, akik egyébként hagyományosan itt árasztottak maguknak párt, hogy hát oké, hogy nagyon-nagyon becsicsentettek, de igazából a fiatalok nagyon szépen viselkedtek, és csak egy-egy idősebb emberrel esett meg az, aminek emberrel nem szabadna megesnie. Hát fogalmam sincs, hogy egyébként a szerző itt mire gondol, jó lenne ennek utána nézni. Na, ha
már itt voltunk a Göntér-dombon, villányban, vagyis hát inkább Siklóson, és meséltem nektek, hogy a környék hárslevelűvel és valamikor régen olasz rizlinggel volt beültetve, akkor hoztunk is nektek egy göntérdűlős hárslevelűt, méghozzá egy édes hárslevelűt, mert, amint szintén mondtam volt, a Göntér-domb környékén gyakran aszusodnak a tételek, aszusodik a hárslevelű és aszusodik az olasz rizling. És hát ki mástól hoztuk volna, mint Boxitól, Bok Józsi bácsitól, stílszerűen egyébként egy villányi dugó húzót fogok használni a kibontásához. Lássuk! Jó, Jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T! Népi Jóska! Bakonyi Betyár Sanyi! Jobbos Tibi! Tártos Bandi! Zsíros deszkásunk! Szevasztok! Camping bringásunk! Szevasztok! Meg a lemez lovász! Hello! A házban! Szevasztok! 2017-es, igen, 17-es édes hárslevelű, fél literes palackban, szóval már az árulkodó, jaj, és 14-es alkohollal, hogy egy ilyen mélyebb arany, vagy óarany, mélyebb arany színe van a dolognak, és rendkívül intenzív illata, egy ilyen klasszikus édes hárslevelűs illat, sőt, aszús illat, mondjuk ki, ilyen aszalt gyümölcsökkel, aszalt kajszival, aszalt őszibarackkal, pici fügével, meg ilyen karácsonyi sütikkel. Tök jó. És kóstolva, nagyon jó savai vannak, rendkívül gyorsan beindul a nyálképződés, tehát hogy egy ilyen tényleg klasszikusan jó savú tétel, tényleg édes, abszolút kései szüret, és nagyon jó egyensúlyban van. Tehát én meglepődtem, hogy villány és a Göntér-domb, pontosabban Siklós, bocs, és a Göntér-domb az ilyeneket tud. Hát nem tudom, hogy valamikor régen a szerbek a kadarkán kívül, vagy hát a kadarka fajtakörön kívül mást is hoztak-e magukkal. Ha minden igaz, akkor például az olasz rizling első említése a régióban nem Magyarországon történt, hanem Szerbiában, Versecen, ahol egyébként grásácnak hívták a fajtát, és ha a szerbek hoztak magukkal grásácot, akkor lehet, hogy eltelepítették a Göntéren a grásácot, és hát ez már csak feltételezés, de lehet, hogy a szerbek ilyen borokat szűrtek a Göntéren, Siklóson, és ilyen-ilyen borokat ittak, hát a fene se tudja. Minden esetre egy próbát megért, és ez a hárslevelű, ez fantasztikusan jó, úgyhogy tegyetek egy próbát ti is. Sziasztok! Ha tetszett, amit láttatok, ha tetszett a Siklós videónk, vagy bármelyik másik videónk, akkor kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a Lecsengés YouTube csatornájára, kövessetek minket a Facebookon, és most már az Instagramon is. Szevasztok! Szevasztok!